Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb ázsiai barangolás videó lesz, amit már egy ideje ígérek, kb. Egy hónapja legalább, lehet több, de most jutok el odáig, hogy felvegyem. A mai ázsiai országunk, amiben el fogunk kalandozni szerzőtéren, az nem más lesz, mint Kína. Emlegettem a júniusi összegzésemben, hogy én elolvastam a Pontos Veszőparipa Lányok könyvklubja miatt is, meg amúgy is akartam volna. A Hangyák és Dinoszauruszok című könyvet. Most már teljesen össze vagyok zavarodva azzal, hogy kell kimondani a szerző nevét. Mert én megpróbáltam a Google fordítóval kimondatom verziót, viszont a lányok a live-ban tök máshogy mondták. És most már lehet, hogy életem végén inkább csak kerülem, hogy kimondjam, de talán Liu Cixin, valahogy így. És sajnálom, hogy a rosszul mondom. Vagy ha valaki leírja nekem fonetikusan, én azt megköszönöm egyébként. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy tényleg, hogy kell, vagy megerősítést, hogy jól mondom, rosszul mondom, nem tudom. Pontos Veszőparipa Lányok hosszabb a könyvklubjának is. Ez a májusi közös könyve, és meg nem mondom, mikor volt belőle a kibeszélőnk, mert már nem emlékszem. De ide befogom azt a kibeszélőt linkelni, mert a dátumra nem emlékszem, de ide befogom linkelni magát a kibeszélőt, hogy vissza tudjátok nézni, hogyha érdekel, mert abban elég részletesen megbeszéljük ezt a könyvet. Amit erről tudni kell, ez egy kis regény, látszódik a méretén, 200 oldal, és az én kiadásom az mindegy. Viszonylag nagy térközzel, meg betűkkel dolgozik, ebből van is ilyen nagyon aranyos, nagyon szép kis Európa kapszula könyvtáros kiadás is. Ennek már mutatom a hátulját, mert a lányok is mondták, hogy igen, ilyen dínós. És ki kell derítenem, hogy 3D-s szemüvegben vajon 3D-s lenne-e, mert hogy ilyen kék-piros körvonalak vannak hozzáadva. Ez a regény egyébként úgy került hozzám, hogy szerintem valaki valahogy ezt bedobta, és én összekötöttem, hogy ez ugyanaz a szerző, mint a háromtest probléma. És a háromtest probléma alapból a radaromon volt, úgyhogy ez is felkerült a radaromra. A háromtest problémát még nem olvastam, úgyhogy erről nem fog beszélni ebben a videóban. Csak mutatom, hogy el lesz olvasva egyszer. Igen, szóval valahogy így került föl, de szerintem kb. Lehet, hogy valamelyik BookTube könyvklubos könyvötletelésnél merült föl, vagy valami ilyesmi helyen szóba jött. És én akkor jöttem rá, hogy ez ugyanaz a szerző. Ami ez a könyv, az a fülszöveg alapján szatirikus mese, politikai allegória, ökológiai vészcsengő. És igazából mind a három. Valóban. Maga a sztori az az, hogy a krétakorban a dínók és a hangyák egy váratlan kapcsolatot teremtenek egymással, aminek következtében egymástól függnek, viszont ennek az lesz a hatása, hogy mindkettő fajnál egy civilizáció alakul ki, egy ilyen közös civilizációjuk alakul ki, és igazából azt tekintjük végig, hogy ez hogyan alakul, és ismerve, hogy mi történik a dínókkal, valószínűsíthető ugye már a könyv elkezdésekor, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége. Ebben a könyvben nagyon sok az ilyen leírás, tehát hogyha valaki annyira nem szereti, ha nem ilyen párbeszédes ember, akkor lehet annyira nem fog tetszeni neki a stílusa, mert még a párbeszédek is ilyen hosszabbak, tehát én is olyan vagyok, hogy szeretem a párbeszédes részeket, de igazából ez egy rövid könyv volt, meg érdekes volt az egész felépítése, úgyhogy ezzel nekem nem volt most problémám. Nagyon érdekes volt ez a könyv, nagyon érdekes rétegei voltak, és egy csomó olyan volt, hogy szerintem nekem alapból a live-ban, amikor a többiek beszéltek róla, akkor tudatosult bennem is egy csomó minden a könyvvel kapcsolatban. De egyébként már előtte is nagyon-nagyon tetszett, tehát durva hatása volt rám ennek is, mint anno az Egy élet a bolygónkonnak is tavaly. Szóval emiatt valószínűleg, hogy nekem most így központilag, ami leginkább foglalkoztat, ez a csodálatos globális felmelegedés dolog, ami ugye csak egy mítosz, és az, hogy 40 fok van heteken át nyáron a mi régiónkban, az normális. Talán engem az a része volt, ami leginkább megfogott, hogy ugye a dínók is túlfogyasztottak, és hogy mondták nekik a hangyák, hogy ez így nem lesz jó. Aztán végül is, ahogy elpusztultak, úgy elpusztultak. Az még egy nagyon érdekes koncepciója a könyvnek egyébként. Szóval az a része nagyon fájt, meg az a civilizáció mármint úgy fájt, hogy éreztem, meg ez az egész civilizáció bukása dolog táplálta a negatív jövőképeimet, mondjuk azt. De nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy én abszolút tudom ajánlani ezt a könyvet. Nehéz róla beszélni, mert sok minden úgymond információ jellegű, amit én el tudok róla egy összefoglalóan mondani, mi történik benne, nincsen. A hangyák meg a dínók igazából ott
létesítenek kapcsolatot, hogy a hangyák kieszik a dínók fogai közül a benne ragadt húsdarabokat, és ez fejlődik egy olyan szintű vagy fejlettebb civilizációvá, mint a miénk, mert voltak területeik, ahol fejlettebbek voltak, mint mi, és aztán ez nyilvánvalóan, mint hogy a dínók kihaltak, ez egy ponton elbukik. Ez a civilizáció, és ennek az egésznek a folyamata nagyon-nagyon érdekes ebben a könyvben. És nincs olyan részletesen leírva, tehát nincs olyan nagyon hossz, tehát 200 oldalról beszélünk kb. De ha egyszer leül az ember és elkezdi, akkor nagyon érdekes végignézni ezt a nagyjából leírt folyamatot, ami ebben a könyvben van. De ha valaki tényleg részletesebben kíváncsi az egészre, akkor ott van a kibeszélőben, fogom linkelni. Szerintem abban nagyon jól átbeszéljük, meg a többieknek is tök jó észrevételei voltak a könyvvel kapcsolatban. És nagyon örülök, hogy elolvastam ezt a könyvet, mert most már még nagyobb érdeklődéssel fordulok a háromtest probléma felé is, mert az is nagyon érdekel. Ez a szerző mindenképp a radaromon marad. És ez lett volna akkor vele a kínai barangolás, és rájöttem, hogy elfelejtettem idehozni a térképemet. Most ránéztem a térképemre. Igazából mindegy. A helyzet az, hogy a térképen nem satíroztam le egész Kínát, mert Kína egy baromi nagy ország, hanem egyelőre csak azt a régiót, ahol ez a szerző született. Majd, ha olvastam egy-két-három különböző kínai szerzőt, lekaparom a többit, de a zászlót lekapartam hozzá. És most már van molyos kihívás hozzá. Nem tudom, mondtam az előzőben, nem tudom, mi volt az előző barangolásom Ázsiában. Úgyhogy mondom most már van molyos barangolásunk, kihívásunk, úgyhogy arra is lehet jelentkezni, hogyha valaki szeretne érte szép plesint kapni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!